Szerinted mi történne veled, ha holnap börtönbe zárnának? Ha láttál már fotókat a magyar börtöncellákról, tuti nem jött meg a kedved, hogy akár csak egy hosszú hétvégére kipróbáld, milyen lehet egy ilyenben élni. Vasrácsok, szűk terek, fémbútorok és nyomasztó hangulat uralkodik a legtöbb magyar, de külföldi börtönben is. Viszont nem csak ilyenek léteznek, hanem minden luxussal ellátott VIP börtönök is. Tippelj kettőt, kik kerülnek ide. Bizony, a sztárok és a szupergazdagok. De mégis hogy néznek ki a sztárok luxus börtönei? A hírességek vagy a szupergazdagok megengedhetik maguknak, hogy ha már lecsapott rájuk a törvénykeze, egy szokásos helyet egy igazi VIP börtönbe kerüljenek. Így pedig kiváltságokat vagy extra szolgáltatásokat élvezhetnek, amíg a büntetésüket töltik. Los Angelesben például, ha kellően gazdag egyenlítélt, akkor befizethet egy börtönprogramra, ahol napi 45 és 175 dollár közötti összegért sokkal kényelmesebb körülmények között töltheti le a büntetését, mint az, aki nem tud kellő összeget letenni az asztalra. Ebből a napi 16 és 63 ezer forint közötti összegből olyan eszközöket lehet igénybe venni, mint iPod, mobiltelefon vagy akár számítógép. Emellett jár még egy privát cella is a jómódú börtön töltelékeknek. Sőt, mivel az elítéltek gyakorlatilag egy szolgáltatást vesznek igénybe, így nem raboknak, hanem ügyfeleknek hívják őket. De azt is megengedik nekik, hogy saját ételt hozzanak be, és ne a börtönkosztot kelljen enniük. Igazából az érdekes az egészben az, hogy ezek az emberek ugyanazokat a bűnöket követik el, mint mások, mégis teljesen más típusú börtönökbe kerülnek, csupán azért, mert fizetnek. Olyan sztárok, mint Paris Hilton, Lindsay Lohan vagy Lil Wayne is luxus fogságban töltötték, vagy éppen töltik a büntetésüket rendes börtön helyett. De hol vannak ilyen extra szolgáltatásokat kínáló büntetés végrehajtási intézetek? Természetesen a legtöbb luxus börtön az Egyesült Államokban található, de a Fülöp-szigeteken, Norvégiában, Svédországban, Németországban és Svájcban is bőven vannak olyan fogvatartó intézmények, ahol a bent élőknek biztos nem okoz álmatlan éjszakát, hogy vajon finom főzelék lesz-e a másnapi kaja. A fizetős börtönökben bőven meghaladja a kényelem az alapvető szükségleteket, a raboknak pedig nem rozsdás vasrácsokat kell nézegetnie egész nap. Viszont nem csak a büntetés letöltése során járnak jól az igazán tehetős emberek, a diszkrimináció már a letartóztatás során is elkezdődik. A kevésbé gazdag bűnözőket általában ott fogják el, ahol tudják, vásárlás közben, a nyílt utcán, vagy éppen éjszaka egy szál alsógatyában. Ezzel szemben a gazdagoknak és a sztároknak gyakran megadják a lehetőséget arra, hogy az ügyvédük kíséretében feladják magukat. Ez még mindig a jobbik eset, mert az is megesik, hogy egyszerűen nem foglalkoznak a híres emberek bűncselekményeivel, és le se tartóztatják őket. Például 2005. februárjában, miután az amerikai zenész Kid Rock megütötte egy striptease bar DJ-jét, körözni kezdték, viszont utána, amikor megállították a rendőrök, úgy döntöttek, nem bizonyosodtak meg arról, hogy biztos józan-e. A rendőr mindössze egy figyelmeztetést adott ki neki, cserébe egy autogramot is kapott Kid Rocktól. A legtöbb híresség azért nem úszta meg ilyen könnyen, viszont ekkor sincsen minden veszve, mivel az igazán pénzesek még mindig el tudják kerülni azt, hogy egyből lesítteljék őket. Amíg egy átlagos elítéltnek a rácsok mögött kell ülnie, addig akinek van pénze, hogy kifizesse az akár több milliós óvadékot, az szabad lábon védekezhet. Mindössze két olyan eset van, amikor pénzért nem lehet szabadságot venni. Egyrészt, ha az előzetes letartóztatás alatt fennáll az esélye annak, hogy a vádlott megszökik, vagy ha valami miatt közveszélyesnek gondolják. Viszont elvileg a tehetősebbeket szintén pozitívabban különböztetik meg ezen a téren. A másik eset pedig az, hogyha a büntetőjogi ítélet mondja ki, hogy az illetőnek rácsok mögött van helye. Nagy különbségek vannak viszont a jogi védelem terén is. A rászoruló vádlottakat túlterhelt és alulfizetett kirendelt védők vagy a bíróság által megbízott ügyvédek képviselik, akik nem biztos, hogy kellően felkészültek az adott bűnügy terén. Azok viszont, akinek van pénz a bankszámláján, magánügyvédet vagy akár ügyvédekből álló csapatot is megbízhatnak, így pedig nyilván több esélyük van szárazon megúszni bármit. Amikor például O.J. Simpsont, az amerikai foci játékost a felesége és az ő új párjának meggyilkolásával vádolták, a sztár a becslések szerint kb. 6 millió dolláros összeget fizetett ki annak az ügyvédcsapatnak, aki őt védte. Ez a befektetés mondjuk megtérült, a sztárt ugyanis nem találták végül bűnösnek. Ha viszont mégis elítélik a gazdag vagy éppen híres elkövetőket, akkor általában enyhébb büntetést szabnak ki rájuk, mint egy átlagos bűnözőre. Mike Tysont, a boxolót például mindössze 24 órás börtönbüntetés
büntetésre ítélték kábszerbirtoklásért és ittas vezetésért. Roger Avery kanadai filmrendezőnek pedig csak egy évet kellett rácsak mögött töltenie gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. Sokáig viszont legalább a börtönbüntetés letöltése során nem volt kettős mérce, és a börtön minden társadalmi osztály számára ugyanazt jelentette. A fizetős büntetés végrehajtási intézetek elterjedésével viszont ez felborult, és a gazdagabbak itt is kiváltságosak lettek. Manapság a világ rengeteg pontján, így például az Egyesült Államokban is börtönválság van. Ez azt jelenti, hogy az elítéltek elég rossz körülmények között élik a szürke hétköznapokat, méghozzá sokkal többen vannak, mint amennyire a börtön tervezték. Sőt, a hétköznapok sokszor nem szürkék, hanem egészen feketék, mert kínzást, verést és erőszakot is el kell viselniük a börtönben ülőknek. A korrupt vezetők által irányított intézetekben ezek sajnos elég gyakoriak, sőt, akár emberölés is előfordul a börtönökben. Azokat a rabokat pedig, akiknek orvosi ellátásra, a fogyatékosságuk kezelésére, vagy éppen öngyilkosság megelőzésére lenne szükségük, gyakran figyelmen kívül hagyják, és ahelyett, hogy enyhítenék a problémáikat, inkább büntetik, vagy éppen magáncellába zárják őket. Az egyik legnagyobb probléma nem más, mint a hozzáállás kérdése. A legtöbb fogvatartottat, beleértve az előzetesben ülőket, ugyanis olyan veszélyes bűnözőnek gondolják a büntetés végrehajtási tisztviselők, aki tényleg fizikai büntetést is megérdemel. Persze nyilván van ilyen is, de nem mindenki ilyen. Ez a megközelítés viszont egy esetben nagyon megváltozik, méghozzá akkor, ha a rab egy szemmel látható összeget tesz le az asztalra, amivel ki tudja fizetni a saját börtönszámláit. A gazdag vagy éppen jó kapcsolatokkal rendelkező rabok így általában olyan létesítményekbe kerülnek, amik jó biztonsággal és akár szállodai körülményekkel rendelkeznek. Arról nem is beszélve, hogy sokszor a bent töltött idő is rövidebb az esetükben, ahogy arról már beszéltünk. Lindsay Lohan például ittas vezetés és kokain birtoklás ellenére mindössze 84 percet töltött lecsukva. A kaliforniai Pasadena börtönének bankszámlájára már 2007-ben 234 ezer dollárt fizetett be az a 2226 fogva tartott, aki ott raboskodott. A legviccesebb az egészben az, hogy a börtön marketing szövegei is úgy hangzanak, mint egy bookingos szállás hirdetés. Tiszta, biztonságos helynek és Dél-Kalifornia legjobb börtönének tartják magukat. Ezért pedig 135 dollárt kérnek el naponta. Az Egyesült Államokban egyébként átlagosan 10 fogvatartottra jutott egy őr, ebben a börtönben viszont 100-ra. A börtönlakók 85%-a viszont előzetesben ül itt, és egyébként is főleg enyhébb bűncselekményeket elkövetők kerülnek ide. A túlzsúfoltság viszont még így is problémákat szül. Az őrök ezért azt tanácsolják az újonnan érkezőknek, hogy ne féljenek kiállni és harcolni magukért. Bár fizetős börtönök az Egyesült Államokban csak Kaliforniában működnek, a pénzesebb embereknek a normál börtönöktől se kell annyira tartaniuk. Ugyanis ha kifizetnek egy kellő összeget, akkor előzékenyebben kezelik őket. Los Angeles központi börtönében van például egy VIP cella, ahol sok híres rab tölthette már a börtönéveit. A 7021-es zárkát az őrök csak kórházként emlegetik, és sok híresség megfordult már ebben a cellában. Az előbb már emlegetett O.J. Simpson mellett Robert Downey Jr.-nak, Sean Penn-nek és Richard Pryor-nak is személyes emlékei vannak a 7021-es cella belsejéről. A New York Times-ban egy 2002-ben megjelent cikk szerint ez az árka ahhoz képest, hogy egy börtönben van, meglehetősen fényűző, és a 7,5 négyzetméteres méretével egész nagynak is számít. A szobát acélajtóval, egy saját telefonnal és még egy ablakkal is felszerelték. Viszont nem ezek a funkciók számítanak a legnagyobb ajándéknak, hanem az, hogy az elítéltnek nem kell másokkal osztozkodnia a zárkán. A börtönfelügyelője viszont már kijelentette, hogy márpedig ők nem egy szálloda és nem biztosítanak különleges bánásmódot a kiváltságos embereknek. Viszont, ha megnézzük a börtön további celláit, akkor már annyira nem jön meg a kedvünk ahhoz, hogy hosszabb időt töltsünk ott a négy fal között. Az igazgatónak talán maximum annyiból volt igaza, hogy tényleg elég nehéz megtalálni a határvonalat a hírességek fogvatartását illetően. Mert bár a sztárokat tényleg máshogy kezelik a börtönben, mint az átlag embereket, az azért nem túl igazságos, hogyha csak azért részesítünk valakit folyton előnyben, mert sok követője van, vagy állandóan a címlapokon szerepel. Börtönben ülő sztárokból viszont nincsen hiány, úgyhogy rengeteg példa van arra, hogy miként bántak a hírességekkel a büntetés végrehajtási intézményekben. A média például kíváncsian várta, hogy mi lesz a sorsa a Felicity Huffmannek, a Született feleségek sztárjának, miután belekeveredett egy főiskolai korrupciós felvételi botrányba és börtönbe került. Nem sokkal később viszont kiderült, hogy a kaliforniai intézet, ahova került, egyáltalán nem olyan rossz hely. Még Amerika top 10 legpompásabb büntetés végrehajtási intézményének listájára is felkerült.
De azért ez se az a hely, ahol szívesen eltöltene bárki néhány hetet. Mobilozni ugyanis teljesen tilos, viszont a rádióhoz és a számítógépekhez könnyen hozzá lehet férni. TV-t is lehet nézni, viszont este 8:45-kor még akkor is ki kell kapcsolni a készüléket, ha nem ért még véget az X-faktor. Nagy sportesemények terén viszont engedékenyebbek az ott dolgozók. Például a foci VB döntőt, vagy akár a Super Bowlt engedik végignézni. Az unalmas börtönéletet emellett zumba és jóga órákkal, röplabdapályával és más játékokkal próbálják feldobni. A rabok különböző területeken vállalhatnak munkát, angol és spanyol órákon is részt vehetnek, na meg számítógépes készségeket is tanulhatnak. A látogatási időre se lehet panasza a színésznőnek, a férje és a két lánya ugyanis minden szombaton és vasárnapon reggel 8 és délután 2 között korlátlanul látogathatja őt. Sokak szerint viszont nem ez a lényeg, hanem hogy mit lehet ott tenni. Na itt se lehet kifogás, ugyanis reggelire gyümölcsöt, gabonapelyhet és pékárút, ebédre normális főételt kapott desszerttel, estére pedig például marhahúst, babot, krumplit, kukoricát vagy valamilyen mártást is tudott tenni Felicity. De nem Felicity volt az egyetlen sztár, akit bevartak. Paris Hilton is látott már börtön belülről, mivel 2007-ben újra volán mögé ült azután, hogy előző évben elvették tőle a jogsit ittas vezetés miatt. Ezután egy nem ismert egészségügyi probléma miatt 40 napos házi őrizetbe került, aminek betartását egy nyomkövetővel ellenőrizték. Később viszont tényleg beküldték a börtönbe, hogy letöltse az eredetileg kiszabott 45 napos büntetését. A titokzatos betegségére hivatkozva magánzárkában volt, és rabtársaival ellentétben egyszer se kellett rutinszerű testüreg átvilágításon átesnie. Lindsay Lohan már megbeszélt 86 perc mellett 90 napos börtönbüntetésre is ítélték, miután megszegte feltételes szabadlábra helyezésének szabályait. Arra kötelezték, hogy miután leülte a 3 hónapot, vegyen részt egy rehabilitációs programon is. Viszont nem csak, hogy 14 nappal megrövidült a rácsok mögötti ideje, még ez alatt is kedvezményes bánásmódban részesült. Egy speciális boltból kérhetett magának ételt, na meg extra, a börtönben alapból nem elérhető árucikkeket is rendelhetett. Lil Wayne is hasonlóan jól járt, akit 2010-ben ítéltek el 1 évre a korábbi fegyverrel kapcsolatos ügye miatt. A sztár kényeztető programja már a börtön falain kívül elkezdődött. Az ítélethirdetést 1 hónappal elhalasztották fogászati műtétje miatt, majd a Rikers börtönsziget előkelő részlegébe került, elkülönítve a többi rabtól. Amellett, hogy a rapper ablaka a külvilágra nézett, főzhetett is, tévét is nézhetett, és únópartikat is tarthatott a rabtársaival. Lil Wayne a szabadulása után úgy foglalta össze a bentöltött 8 hónapját, hogy nem volt ezt olyan nehéz kibírni. A korábban már többször is emlegetett O.J. Simpson, bár a gyilkossági ügyét megúszta, 2008-ban mégis elítélték, méghozzá 33 évre, úgy, hogy nem is lehetett volna szabadlábra helyezni. 2017. októberében viszont mégis eltekintettek ettől, és O.J. kiszabadult. Bár nem mintha olyan rosszul élte volna meg azt a 9 évet. Ugyan panaszkodott arról, hogy az intézetben nem tud HBO-t nézni, cserébe kártyázhatott más rabokkal, és a börtönkosztra is 10-est adott. A hírességeknek és az igazán gazdagoknak tehát jóval több lehetőségük van egy átlagemberhez képest, még akkor is, ha egy ugyanolyan bűncselekményért ítélik el őket. Ha fizetnek, privát cellába vagy lazább szabályokkal rendelkező intézetbe kerülhetnek. Így pedig gyakran inkább szálloda körülmények között tölthetik az idejüket, nem pedig egy börtönben. Viszont nem csak a luxus és mondjuk úgy a sima börtönök léteznek a világon, hanem kifejezetten borzalmasak is. Ha érdekel, milyen az élet a világ legkeményebb börtöneiben, kattints a képernyőn látható videóra.